Sziasztok! Ahogy ígértük, akkor szerdánként egy-egy kérdésre fogunk válaszolni. A kérdéseket feltehetitek egyrészt az én Instagram oldalamon, illetve akár itt a YouTube-on a videók alatt. A következő kérdést egy 22 éves lánytól kaptam, és azért szívemnek nagyon kedves, mert ugye egy volteltés hallgatóról van szó, aki azt mondta, hogy igaz, a szexuálpszichológia órákra nem sikerült bejutnia, viszont most itt a YouTube-on ragadná meg a lehetőséget, hogy kérdezzem. A problémája az, ez a krónikus húgyúti felfázás, amivel, mint fogalmaz, nagyon nehéz szexuális életet élni. És kivált kép, hogy jól lehet, hogy már éppen aktuálisan nincs is jelen a felfázás, vagy az adott gyulladás, de mégis befeszül a gyakran megtapasztalt fájdalom élmény miatt. És hát igen, ez tény, hogy nagyon sokszor egy krónikus szexuális zavarnak az oka egy első negatív rossz élmény. Legyen szó itt például egy hólyakurutról, amire kapott antibiotikumok aztán hüvelygombát okoznak, ami miatt aztán egyrészt a nedvesedés nem alakul ki, másrészt pedig a nőknél ugyanúgy a pénisz befogadására szükséges méhmegemelkedés nem jön létre, emiatt aztán fájdalomélményt él át a nő. Tehát, hogy innen beindulhat egy olyan ördögi kör, ami pedig egyre inkább a fájdalmat valószínűsíti. Tehát itt az alapkérdés, hogy hogyan lehet levetkőzni, megszabadulni ettől a félelemtől, azért, hogy a szexualitás ismételten visszanyerje a saját funkcióját, tehát hogy örömszerző legyen. Ennek két technikája van. Az egyik, vagy két oldalról közelíthetünk. Az egyik az az, hogy pozitív élmények megtapasztalása. És lehet, hogy itt érdemes egy picit félretenni az aktust, és inkább az örömszerző közös együttlétekre koncentrálni. Tehát én erre azt szoktam mondani, hogy például egy héten keresztül, mondjuk hetente kétszer-háromszor, inkább csak az úgymond petting. Akkor utána mondjuk még különböző fajta kényeztetések, és akkor csak óvatosan. Tehát az aktust egy kicsit talán inkább lelassulva. Van egyébként olyan technika is, ahol kimondottan ez a mozdulatlan szeretkezés, tehát úgy kezdeni, hogy megtapasztalni, átélni, azt, persze ez az érzékszerveket nagyon-nagyon fel kell ám korbácsolni, hogy annak is már, hogy azt is érezzük, és azt is tudjuk élvezni. Természetesen nem azt gondoltam, most 20 percig mozdulatlanok legyünk, hanem azt, hogy inkább ez a fajta fokozatosság, és nem pedig ez a mint, amit szoktam említeni, a felnőtt filmekben tapasztalható ilyen nekifutásból lévő ütve-fúrós együttlétek, hanem inkább egy kicsit lágyabban, és hozzá idomulva ahhoz, hogy a nőnél sokszor megjelenik a fájdalom. Tehát ez az egyik rész, ez a fajta fokozatosság, tehát petting, orális szex, inkább egyfajta lágyabb és gyengédebb szeretkezés, és csak utána visszatérni a lendülethez. Illetve a másik oldal, hogy ugye hogyan tudunk egy zavaró, egy félelemteli gondolattól megszabadulni, úgy, hogyha felülírjuk, vagy lecseréljük pontosabban egy pozitívra. Ugye erre szokott az a klasszikus példám lenni, hogyha azt mondom, hogy ne gondolja a csizmára, persze, hogy a csizmára gondolunk. Ha azt mondom, hogy gondolja hóemberre, volt rajta csizma? Nem. Tehát magyarán a csizmát a hóember gondolattal ki tudtuk ütni. Tehát magyarán hogyan tudok én nem félni, nem gondolni a fájdalomra, nem anticipálni, elővételezni azt, hogy mindjárt fájni fog? Hát úgy, hogy egyre inkább valami pozitívra. Tehát valahol nem véletlen mondta az Woody Allen, hogy a legerotikusabb szervem az agyam. Tehát az, hogy elképzelem, bevonódok, akár az egyik legjobb együttlétünket, és ezáltal már kialakul az izgalom, ezáltal már jobban a nedvesedés, és egyáltalán az egész szervezetbe vonódik. Ha nagyon intenzív és nagyon jól fókuszált ez a pozitív gondolat, akkor pedig esélye sincs, hogy beférkőzzön a negatív. Úgyhogy tulajdonképpen én, amit mondanék, ez a két dolog. Az egyik az, hogy most egy kicsit ne azt várjuk el, hogy a standard szex legyen, tehát, hogy ugyanavval a lendülettel ugyanaz a ilyen szenvedélyes, falhoz csapós szexualitás, hanem inkább egy fokozatos és lágyabb. Másik oldalról pedig az, hogy tudatosan a gondolatainkat töltsük meg pozitív együttlétekkel, erotikus fantáziával, a saját kis piszkosunkkal, akár bármit, amit a partner bevonva, és azt elképzelve, vagy beszélhetünk is róla, hogy minél kevésbé legyen lehetősége a félelemnek beszivárognia. Úgyhogy ez, és köszönöm szépen a kérdést, és várjuk továbbra is. Ugyanúgy itt, Instagramon, és természetesen azt is, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornára. Köszönöm a figyelmet!